igazából a törvény, vagy az országgyűlés úgy határozta meg a törvényt, hogy 3 hónap az elbírálási szakasz. Ez azt jelenti, amikor már Budapestre befutott a kérelem, tehát nem Csíkszeredán benyújtották, tehát nem ottól kell számítani az időszakot. Budapesten elindítják a különböző véleményezési eljárásokat, közbiztonsági, nemzetbiztonsági, rendőrségi, terrorelhárítási szempontból aggályos-e az illető, ez több hét. Gyakran ellentmondó adatok is előkerülhetnek, vagy további nyomozás szükséges bizonyos esetekben, de ez több hetes időszak, és ezután lehet számítani azt az időszakot, amikor valóban az ügyintézési határidő, tehát ez a 3 hónapos időszak ketyeg. Ez természetesen megszakítja az, amikor hiánypótlásra van szükség, amikor nem lehet valami miatt dönteni, vagy fel kell függeszteni az eljárást, vagy valami másik hatóságot kell megkeresni arra vonatkozóan, hogy például egy régebbi ügyiratból elő lehessen venni, vagy egy régi családtagnak az ügyiratából elő lehetne venni a korábban már egyszer benyújtott okiratokat, hogy ne kelljen még egyszer benyújtani, még egyszer lefordítani. Úgyhogy ezek miatt a 3 hónapos határidő, mindig azt mondtam, hogy 4-5 hónapra lehet számítani legjobb esetben, hogy a választ tudjunk adni. Azt tudom mondani, hogy januári hónapban egészen biztos, hogy rövidesen mindenki sorra fog kerülni, és le tudja tenni az esküt. Említette ezt az úgynevezett biztonsági ellenőrzés lefuttatását. Ez minimum mennyi idő és maximum mennyi idő, és pontosan miben áll? Itt nincsenek határidők, természetesen itt a nemzetbiztonsági szolgálatokról, illetőleg a rendőrfőkapitányságról van szó. Nincs semmi értelme a határidőknek, nekik is el kell végezni a feladatot, és biztonsággal meg kell állapítani azt, hogy itt van közbiztonságra vagy nemzetbiztonságra veszélyese vagy nem, tehát itt nincsenek határidők. Ha egy magyar állampolgárságot megszerzett erdélyi magyar, egy román nemzetiségű hölgyet vesz el feleségül, és egy gyermek születik, a gyermek esetében mi az eljárás annak érdekében, hogy magyar állampolgár legyen? A gyermeket már csak be kell jelenteni anyakönyvezési szempontból, tehát hazai anyakönyvezési eljárás indul ebbe az esetben, tehát a külképviseleten be kell jelenteni, hogy megszületett ez a már magyar gyermek, aki már magyar állampolgárnak született, tehát ez a legegyszerűbb, és akkor ki is állítja neki a magyar hatóság, a bevándorlás és állampolgársági hivatal a kész magyar születési anyakönyvi kivonatát.